Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az előadásom címe Magyar Hieroglif írás. Több mint 40 éves kutatásaimnak a betetőzése ez, mert ugyan én úgy éreztem, hogy mindent elmondtam, leírtam, de tankönyvszerűen nem volt leírva, és ez problémát okozott. Úgy gondolom, hogy ezzel sikerül feltenni a koronát a munkáimra, de persze rengeteg további munkát is kezdeményez vagy ösztönöz ez. A címnek mind a három szavába bele lehet kötni, rá lehet kérdezni, és sokan kérdeznek is. Tulajdonképpen még nem találkoztam olyan élő emberrel, aki azt mondta volna, hogy igazad van, Géza, egyetértek veled. A másik véglettel azonban találkoztam, de őket inkább nem idézem. Miért van ez? Ugye ez egy 50 ezer éves írás. És akkor már rögtön rá lehet kérdezni, hogy hát mitől magyar egy 50 ezer éves írás? Tehát kénytelen vagyok megmagyarázni a címet, mielőtt az írást bemutatnám. Ugye, ha egy hajóskapitány felfedez egy szigetet, akkor az ő dolga, hogy azt elnevezze. Ha egy csillagász felfedez egy új égitestet, az ő dolga, hogy nevet adjon neki. Tehát úgy gondoltam, hogy ez az írásrendszerek esetében is így van. Ha felfedeztem egy új írást, akkor engedtessék meg nekem, hogy nevet adjak neki. Tehát akár voltak magyarok 50 ezer évvel ezelőtt, akár nem. Ugye apja mindenkinek, meg őse mindenkinek volt 50 ezer évvel ezelőtt is. De az valószínűleg nem magyarnak hívták őket, vagy legalábbis nincs rá adatunk. Tehát ennyit a magyar szóról. A legtöbb kifogás mindig a hieroglif szó használatával szemben volt. Például egy egyetemi tanár úgy fogalmazott, hogy hát a hieroglifa szó már foglalt, azt nem lehet egy magyar írásra alkalmazni. Mások világosan meg is mondták, persze Simon Péterrel kapcsolatban, aki szintén használta a hieroglifa szót, azt mondta, hogy a székely írás egy hieroglif írásból alakult ki, amit 1200 Krisztus előtt 1200-nál korábban alkalmaztak, a Kaukázustól délre és Damaszkusztól északra. Na most ebből Máté Zsolt arra következtetett, hogy az egyiptomi hieroglif írásról van szó, és ezt a butaságot aztán le is írta. Mások is kifogásolták, hogy Simon Péter milyen butaságot állít, azt hiszi, hogy az egyiptomi hieroglif írásról ered a székely írás, pedig ő semmi ilyesmit nem mondott. Érdekes módon azon a tájon, ahol ő ezt megjósolta, és abban a korban, tényleg létezett a hetita hieroglif írás, az urartui hieroglif írás és a bübloszi hieroglif írás is a közelben. Tehát több más írás is van, ahol a hieroglifa szót használjuk, és ezek közös rokonságban vannak a székely írással, mert ezt már én derítettem ki, mindegyikkel körülbelül 20 jelünk közös, vagy legalábbis formailag hasonló. Érdekes, hogy Simon Péter ezeket nem említette meg. Ő csak az ismert, a latin és a székely írásból ismert jelformák eredetét kutatta, és a különböző jelváltozatokat rakta össze, és azt mondta, hogy a székely íráshoz legközelebbi jelformák ebben az időben, ezen a tájon voltak meg, és feltételezte, hogy ez egy szójeleket alkalmazó, vallási jellegű jelkészletből alakult ki. Tehát a hieroglifa azt jelenti, nem azt, hogy egyiptomi írás, hanem azt, hogy szent véset. Magyarul olyan jelek, amelyeknek köze van az ősalláshoz. És ugye az írás szót is megkérdőjelezik, mert azt mondják rá, hogy A az csak díszítés. Vagy azt mondják, hogy A, ahol nincs három jel egymás után sorba, azt én nem tekintem írásnak. Most ezekre a következő a válasz. Ugye az, hogy valaki azt mondja, hogy A az díszítés, az nem kritika, nem érv, az nem jelent semmit. Mert az írás is lehet díszítés. Hát Kínában, Japánban azt hiszem rajzversenyek vannak, ahol a
kaligráfusok által előállított írásműveket bekeretezik és dísznek kirakják a falra. Tehát és az egyiptomi hieroglif írást is az ünnepélyesség fokozására alkalmazták Egyiptomban. Volt közben másik két hétköznap használt írásuk, a démotikus és a hieroglifikus, illetve a hieratikus. Tehát magyarul ez magyar is, hieroglif is és írás is. De mielőtt rátérnék a könyvre, a könyv 650 oldalas, és hát úgy szoktam írni, hogy egy-egy bekezdésben annyi van, mint másnak egy könyvében. Elnézést, ez nem nagy képviség akart lenni, ezt Varga Csaba mondta annak idején a könyveimről. Tehát lehetetlen lenne elmondani reggelig sem az egész anyagot, ezért nyilván csak szemelvényeket fogunk belőle bemutatni, viszont akkor elvész sok értéke a könyvnek. Tehát például rengeteg nagyon szép kép van benne, de hát ha tartalmi szempontok alapján megyek végig rajtuk, na most mit kell csinálni? Ha tartalmi szempontok alapján megyek végig rajtuk, akkor a szép képek nem látszanak. De ugyanez igaz a táblázatokra is, amelyeknek nagyon fontos a jelentősége. Tehát kigyűjtöttem néhány szép képet, és köszönöm szépen, és néhány táblázatot is. Először menjünk végig ezeken, beszéljük meg ezekből a tanulságot, és azután a könyvön is végig megyünk, amennyire lehet. Ha megengedik, én leülnék, mert így könnyebben tudom kezelni a gépet. Tehát először bemutatnék néhány szép képet, a legérdekesebb hieroglifikus írásemlékeket, amelyek a könyvemhez tartoznak. Hát ezt az ábrát véletlenül most csináltam a elmúlt két hétben. Ez egy meroving korongfibula, ha jól emlékszem, de mindenképpen korong. A meroving ékszerek tulajdonképpen hun ékszerek. A merovingok a hunok szövetségesei voltak, az egyik ősük hunoknál élt, azt hiszem túszként, hosszú ideig. És akkor utána megalkotta a meroving dinasztiát a hunok bukása után, és vannak bizonyos adatok arra vonatkozóan, hogy talán a hun uralkodói királyeszmét, állameszmét is átvette és alkalmazta. Például a Szaváriában született Szent Márton kultuszát választották maguknak vezérlő eszmeként. A Szent Márton elsősorban a királysághoz kötődött az ő elméleti munkássága. Valami olyasmit fejtett ő ki, mint ami a Magyar Szent Koronatanban is van, hogy az uralkodónak saját vágyait korlátoznia kell a közösség a nemzet érdekében. Ez akkoriban is, de jóval később is újdonság volt, ilyet csak sztyeppi néptől lehetett tanulni. És abban az időszakban, amikor Szent Márton élt, Szaváriát már akkor is a szabírokról, vagyis a magyarokról, a hunokról nevezték el. És például az Ízeumban találtam 10-valahány olyan jelet, ami a székeírásban és a szabíroknál is megtalálható volt. De ebben most nem menjünk bele, ez egy külön előadástárgya lehetne. Tehát ez egy meroving ékszer, ami valószínűleg hun ötös műhelyben készült, és székely jeleket tartalmaz. Először is a körbezárt kereszt, ugye, amit középen látható, az a föld jele. Ennek a legközepén van egy kör, és abból négy sugár ágazik ki, az az ü betű a székelyírásban, ami az üdő vagy idő szavunkból ered, és azt kíták a napistent, például Oitoszürnek hívták Hérodota szerint. A sumérek pedig Utu Szárnak. Magyarul ez idő úr. Tehát Utu Szár,
Poitosszűr, üdő úr. Ugyanaz a két szó, és a jele is ugyanaz, mert ez ennek a jelnek a megfelelője, amit itt láttunk. Megvan a hetita hieroglif írásban is, és ott azt jelenti, hogy utu, tehát a sumér napisten jele a hetita hieroglif írásban, amit Gelb mutat be. A szkítáknál pedig a Minuszinszki medencében több kőztélére van ez rá vésve ez a jel, nyilván a napisten jele. Itt oldalt ez a kék, ez a négy kék folt, az a nagy hieroglifa jele. Rajtuk állnak azok a kis arany vonalacskák, ami a napsugárnak felel meg. És ez a kettő úgy olvasható el, hogy nagy szár. A szárszavunkból keletkezett az úr, tehát valójában nagy úr. Ha körben olvassuk ki ezt, akkor üdő nagy úr földje, valami ilyesmit jelent ez az ábrázolás. Tévedhetek is, persze. Nincs erről nekem semmilyen közjegyzőileg hitelesített íratom, és valójában ahányszor ránézek, mindig valami kis részlet eszembe jut. A másik, hogy a szójelek nem jelölik pontosan a szó alakját. Lehetetlen. Ahhoz betűkkel lennének. Tehát a mondatot kicsit rugalmasan, tetszés szerint összeállíthatjuk. Most ez nem azt jelenti, hogy ilyen írás nincs, hanem azt, hogy ennek az írásnak ilyenek voltak a sajátosságai. Aztán van még néhány érdekes. Ugye ez a kör a közepéből, azt már elolvastuk, földet jelent. Ez a kör egy világmodell. Nagyon sok ilyen világmodell van, több száz vagy több ezer a Pireneusoktól Dél-Amerikáig, és nagyon hasonló elven épültek fel. Milyen elvek? Először is székely rovás jelekből kell összeállítani a világ térképét. Ez hajmeresztőnek tűnik, de engedelmeskednek a világ népei valamikor a kőkortól kezdve ezt az elvet alkalmazzák. Itt ennek a korongnak a négy sarkán is van egy-egy piros almandingránát, a hunok egyik kedvenc égköve, háromszög alakúra formázva. Miért? Mert a sarok jele ilyen. Tehát itt a földnek a négy sarkáról van szó. És a világmodelleken általában a sarkokon az égbe vezető utat szokták jelezni. Miért? Mert úgy gondolták, hogy a föld négyszög alakú, a ráboruló égbolt pedig félgömb alakú. Szükségképpen a föld és az ég csak a sarkokon érintkezik, tehát ha az égiekkel akarunk kapcsolatot tartani, akkor a sarkok jelentősége kiemelt. Ezért volt a sarkoknak külön istene Heraklész például. Mellesleg a Herak megfelelője a magyar sarok szó. Amit a her jelent, az úr, azt jelenti a sar vagy szár, abból lett az úr szavunk, az angol szőr, az orosz szár, stb. Tehát tulajdonképpen a sarok az azonos Heraklésszel, a sarok istene Heraklésszel, csak persze mi nem Aknak mondtuk ezt az istent, hanem a sarok esetében Oknak, máskor Ógnak. És Óg úrról nevezték el a népét, az Ogur népeket. Ezért mondják azt a görögök, hogy a szkíták ősapja Heraklész volt, ugyanakkor maguk ezek a népek, magukat Ogur népeknek nevezték, tehát Ógur leszármazottainak. Ugye egyetlen kis korongból milyen borzasztó következtetések jönnek ki. Aztán itt oldalt vannak még csapok, négy csap, és azok köré is raktak egy jelet, ami valószínűleg nagy, a nagy jelünkkel azonos. Oldalt ez a kacskaringó egy kicsit több annál, mint amit én várok egy nagy jeltől. Sarokjelnek lenne ez alapján nevezhető, csak a sarokjel középen csúcsos. Tehát ez a különbség a nagy és a sarokjel között. Tehát talán a legjobb tudásunk szerint úgy lehetne ezeket körbeolvasni, hogy
nagy sarok így körbe. Ezeknek a kiolvasása egyébként így ment körbe. Most nézzük a következő ábrát. Sajnos minden ábrán nem tudok egyet magyarázni, mert nem lenne elég a két óra, és ez csak egy előzetes téma. Ez egy honfoglaláskori tarsolylemez, a karosi tarsolylemez. Az égigérő fát ábrázolja nagyon burjánzó módon, de itt a közepén felismerhető a felső részén középen egy hasadék. És abban van egy jel, egy kis növényi csíra, három levéllel, amelyik a székelyírás ten jelével azonos, vagy arra hasonlít. Maga ez a hasadék pedig a tejútat juttatja az eszünkbe. A tejútnak van egy hasadéka, arról nevezetes, hogy karácsonykor ott kél a nap. És ezt a pillanatot már a kőkor óta figyelte az emberiség, és le is rajzolta, és ezekből a rajzokból lettek a jelek. De ha megnézzük, ennek a tarsolylemeznek az alján is vannak jelek, ez itt van kinagyítva. Hát középen van ez a kis kereszt alakú fa. Ugye azt tudjuk Berzen Nagy Jánostól, aki az égigérő fáról írt egy könyvet, hogy az égigérő fa azonos az Istennel a magyar népkincs szerint. Most ez a kereszt, ez a székelyírásnak a D jele, ami a Dana istennévből rövidült le. Van is most Székelyföldön egy olyan közmondás, amit még alkalmaznak, hogy Dana verjen meg. Tehát Isten verjen meg helyett, azt mondják, hogy Dana verjen meg. Ez a kereszt, tehát Isten jelkét. Ezt vette át a kereszténység, tehát ha egy keresztet látunk, nem kell azonnal a kereszténységre gondolni. A székelyírásnak és a magyar népi hieronif jelkészletnek is van egy ilyen eleme, és az is Istent jelent. Itt fölötte ez az égbolt íve lenne. És emlékszünk, ugye az előző Merovin korongon láttunk egy olyan sarokjelet, amelynek a nagyjából ilyen alakja volt, csak ez itt nem csúcsos volt, hanem legömbölyödött. Ez már csúcsosabb, erre már azt merem mondani, hogy ez a sarokjele, de az égi hegynek, az égi sarokhegynek a jele. Itt az oldalán pedig bármilyen borzasztó két domborulat van, ami úgy olvasandó el, ez a fele a székelyírás M betűje, ez pedig a harmadik K, vagyis a kő. Magas kő. A magas kő a lépcsős toronytemplom neve volt, és ennek a rajzából, annak a rajznak a két oldalából keletkezett az M és az egyik K betűnk. És akkor ezeket, ez egy sorozat, nagyon sok ilyen jel van, tehát nem ez alapján fantáziáltam ezt ki, hanem több tucat hasonló ábrázolás alapján. Ez valahogy úgy kellett alkalmazni, hogy Dana magas köve. Tehát magyarul volt egy Isten, akit ezen a magas kövön tiszteltek. Ez a magas kő nem feltétlenül épített piramis volt. Lehet, hogy a kaptár köveinket is így hívták, kézenfekvő. Tehát csak ott építettek piramist, ahol nem volt hegy. Nézzük a továbbiakat. Ez egy szarmata tükör hátoldala. Persze. Grafikailag segítettem rajta. Ez is egy felülnézeti világmodell, akár csak az a Merovin korong volt. Középen a két koncentrikus kör, az a lyuk jele a székelyírásban, a sumérírásban kút forrás. A kínaiban és az egyiptomiban pedig napot jelent. Évekig gondolkoztam rajta, hogy mi lehet ez az ellentmondás. Ami Kőhalmi Katalin előadásán tisztázódott, ő sámánokat nyakatott Szibériában, és így tudta meg, hogy az ősvallás szerint a nap egyúttal az élet folyó forrása is. Tehát nem ellentmondás ez a kétfajta jelentés, hanem az ősvallásból ered. A nap lyuk, kút forrás, a bőség, az élet forrása. És akkor ennek megfelelően
Itt vannak mellette ezek a kacskaringó alakú jó jelek. A szó szerint azt jelenti, hogy jó, ebből lett a székelyírás J betűje, de a jó régen folyót is jelentett. Tehát itt van a központi forrás, és abból 4 szent folyó ered. Ezt az Ószövetség meg is nevezi a 4 szent folyót. A teremtés helyszínéről van szó. Halisz, Araxész, Tigris, Eufrates. Pontosabban a Halisz és Araxész helyett azt mondja, hogy Gihon és Pison, de azt mondja, hogy mind a 4 folyó egy forrásból ered. Tehát csak ez a 4 folyó ered az Ararát tövéből. Nem lehet másik. És akkor itt van, itt áll középen, a székelyírás Z betűje. Ez a kínai írásban is megvan, pontosan ugyanilyen az alakja, és azt jelenti, hogy sen. Úgy hangzik, hogy sen. És azt mondja, hogy fiatal, fejlődő növény, hajtás. Magyarul zsenge. Tehát ami náluk sen, az nálunk zsen. Ez az égigérő fa egyfajta ábrázolásra lehet. És ugye mit mondtunk? A világmodelleken kell valami, ami az égbe vezet. Hát az égigérő fa az ennek megfelel. Sőt, hát a szent folyók is megfelelnek. 4 vagy 8 osztása van ennek a világmodellnek, ez visszatérően igaz. Ez a kimériai boszporuszból származó bronztükör hátoldala. Itt alul van egy óg jel, ez óg királynak a jele, ebből lett a székelyírás OO betűje. A hetita hieroglifa írásban egy ilyen jel azt jelenti, hogy ég volt. És hát talán nem véletlen, hogy az ég és az óg szakunk ennyire közel áll egymáshoz. Óg feltehetően égisten volt. A hetita hieroglifa írása, amit említettem, 20 jelünk egyezik, 19 jelünk egyezik formailag, és 12 ebből tartalmilag, és remélem meg tudom mutatni. És akkor itt van ez a másik jel. Ez egy 1200-as évekből származó báni dénáron van, tehát egy magyar érmen. Ez pedig a tusnádi vártető, azt hiszem úgy hívják ezt a hegyet, sziklájával van vésve. Azon a helyen a hun időkben egy vár volt. Miért? Mert a Csíki medencét védte. A Csíki medence délről csak a tusnádi szoroson keresztül közelíthető meg, és azt, mivel Csaba királyfi vitézei, az a bizonyos 3000 székely, oda menekültek, a Csíki medence volt a Csille mező, azt valahol védeni is kellett, és hát ez volt az a védhető medence, ahol ők el tudtak bújni. Most ez a jel azért van még az Árpád házi királyok érmein is, meg a tusnádi sziklán is, meg a kimériai boszporusz egyik régészeti leletén is, mert ez a hun uralkodó dinasztia nemzetségjele. Tulajdonképpen az Orion csillagképet ábrázolja. Megtalálható nagyon sok változatban, és szinte bele lehet bolondulni, hogy el tudja-e választani az ember. 5-10 évet töprengtem rajta, míg rájöttem, hogy ez az Orion csillagkép. Ez az alsó része, 1, 2, 3, ez a 3 pont, az az Orion öve. Az Orion egy felemelt karú férfit ábrázol, és az övénél van a 3 legerősebb csillag. Borzasztó lassan haladok, elnézést kérek. Ez egy szarmata régészeti lelet. Ugye, ha nem olvassuk el, akkor nincs semmi értelme. Az a vízszintes vonal ott fent, az a székelyírás kis R betűje. Rá napisten jele volt, szerepel például a ragyogó szavunk tövében is.
nem akartam mindenáron egyiptomi isteneket emlegetni, de nem találtam rá jobb megoldást. Lehet, hogy az nem az egyiptomi istent kéne emlegetnem, de nem tudunk más olyan régi nyelvi anyagot, amivel ez egyezik. Alatta ez a ív, ez Óg királyjele, amivel már találkoztunk. Ez a két rombusz, ez pedig a székelyírás H betűjének egyik formája. Most a H betű nincs igazán megfejtve. Néhány helyen azt jelenti, hogy hal. Az egyiptomi hieroglif írásban azonban azt jelenti, hogy szövet, aminek megfelelne mondjuk a háló. És még a halál szó is ide vonható, tehát hal, halál, háló. És hogy mindezek nem egymástól távoli fogalmak, azt egy óbiugor mítosz magyarázza meg, aki azt mondja, hogy a holt lélek hal képében próbál bejutni a túlvilágba, de Hul Ater, tehát hal atya vagy halál atya, ott áll a bejáratnál, és egy nagy hálót feszít ki, hogy ne tudjon a halacska bejutni, és ő a háló résein próbál bemenni. Tehát van egy mítosz, ahol a hal, a halál és a háló szerepel. És meggyőződésem, hogy ezért hasonlóak ezek a szavak, mert a mítosz olyan régi, hogy talán régebbi, mint a magyar nyelv. A magyar nyelv úgy alakult ki, vagy úgy idomult, hogy ennek a mítosznak megfeleljen. Tehát ez úgy olvasható el, hogy ragyogó óg a halál, vagy ragyogó óg a hal. Sajnos nincs itt velünk senki egy igazán hozzáértő, aki ezt tudná. De más értelme ennek nem nagyon van, ez csak egy jel. Itt vannak a székelyírás megfelelő jelei, ez az R betű, ez az O betű, ez pedig a H betű. Ezekből van összeállítva. Az O betű azért lett függőlegesre állítva, mert róni vízszintesen nem lehet, tehát szükségképpen át kellett fordítani. Az írás technológia az megváltoztatja a jelek alakját. Na, ezek a lomovátogói kultúrából származó jelek. Ugye a hármas halom az ország jelentésű, ez a Juk jele, vagy a Jukó isten neve. Ugye Juknak olvasható el a székelyírás alapján, ahol Elixilonos J-nek a jele. De hát Juk istenről beszélni, az valahogy nehéz. Nem hallottunk. Egy Ukkon poharáról hallottunk, ahol az Ukkon talán hasonlít a Jukra. Viszont van két földrajzi nevünk, a Jukó. Ez megvan a Délvidéken is, és Miskolc mellett is, Jukó bánya nevében. Tehát lehetséges, hogy ez a Jukó, ez valójában egy istennév, ami a néprajzi irodalomban Ukkon poharaként, vagy abban a mondásban maradt fenn. Tehát akkor ez azt jelenteni, hogy Jukó országa. Itt mellette ez itt a ten jel, ez pedig az ős jele. A kettő együtt ősten, vagyis isten. Magyarul. Ez itt felül a jó jele, egy kacskaringó, ez pedig az ak jele, Heraklész neve, tehát jó ak, vagy jóságos Heraklész, valami ilyesmit jelent. Ez itt a nagy jele, és itt szintén az ak jel, nagyságos Heraklész. Tehát ezek az emberek nem azért viselték ezeket a szép kis jelvényeket, mert nem tudták volna magukat másképpen díszíteni, hanem mert ez kifejezte a világnézetüket. Lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenem, ez a Szentgyörgyvölgyi tehénszobor, mert ez a legrégebbi, jól elolvasható írásemlék, 7500 éves. Itt a homlokán a szár jele, így néz ki a székelyírásban, tehát két vonal helyett egyel rajzolták. Ez a ten jele, ez a fenekén van. Miért? Mert ott van a tenyésztés szerve. Tehát ebből is ilyen összefüggésekből lehet tudni, hogy ezt magyarok, vagy magyarra a rokon nyelvet beszélő nép készítette ezt a tehénkét.
7500 évvel ezelőtt a Dunántúlon. És Mario Alinei, emlékezzünk rá, azt mondta, hogy az etruszkok, akik a magyarral legközelebbi rokonságban lévő nyelvet beszélték, Krisztus előtt 3000 táján a Dunántúlról vándoroltak Itáliába. Hát ez csak akkor volt lehetséges, hogyha itt magyarul beszéltek. De akkor megkérdezhetik, sokan voltak, aki szemrehányást tett nekem, hogy amikor kezd nagyjából nemzeti egyetértés kialakulni abban, hogy mi magyarok keletről jöttünk, Észak-Kína felől, és mi voltunk a hunok, szkíták, avarok, stb. Akkor most miért zavarom össze ezt a képet azzal, hogy itt találok magyarokat, vagy magyar nyelvet, székelyjeleket a Dunántúlon, holott még Árpádék akkor be se jöttek, Attila se. Hát igen, csak hogy a tudomány nem valamiféle prekoncepció alapján dolgozik, hanem megkeresi az adatokat, és arra kell építeni egy magyarázatot. Úgyhogy tetszik, nem tetszik, én hiszem a keleti származásunkat is, meg az őshonosságunkat is. Sőt, ennél borzasztóbb, amit hiszek, a Pireneusoktól Dél-Amerikáig a magyar kultúra határozta meg egy időben az írásbeliséget. Hogy aztán milyen nyelven beszéltek, azt nem tudom, de a magyar kultúra hatása alatt készültek ezek a világmodellek. És ebből nem lehet más kikövetkeztetni, ha igaz az, hogy a nyelvek összezavarodása előtt a világon egy nyelvet beszéltek, akkor az a mi nyelvünk volt. Vagy ha nem, akkor tessék kimutatni, hogy milyen más nemzetnek a jelei találhatók meg a kőkor óta mindenütt. Ja, igen. Ezek itt a sarok jelei, ugye nem lepődünk meg, egy világmodellnek a négy sarkán ott kell lennie a sarok jelének, a magasba vezető út jelének, és a sarok annak felel meg. És itt a hátán pedig ez található meg, ez a székelyírás G betűje, ami az ég szójeléből rövidült le. Tehát mit fejezesz ki együtt? Ugye erre azt szokták mondani, ahol nincs három jel egymás után, azt én nem olvasom el. Hát erre mit mondok? Igen, mindig férfi mondta, de te sohasem mész be olyan ajtón, amelyiknek az elejére egy nőt ábrázoló piktogram van rajzolva. Miért? Mert tudod, hogy ez egy női mosdó. Esetleg kikaparják a szemedet, ha mégis bemész. És egyetlen jelből értetted meg. Nem kellett három egymás után, egy is elég. És mi az írás meghatározása? Az írás a gondolat rögzítése jelekkel. Tehát nem kell egri csillagot várni, elég, ha egy gondolatot tud rögzíteni. Tehát ez azt jelenti, hogy a négy sarokoszlop által tartott égbolt azonos a szár tennel, vagyis az Úristennel. Egy 7500 évvel ezelőtti ősvallás legfontosabb gondolatát értettük meg. Így képzelték el az Istent az égben és a világot. Ugye érzékeljük, hogy mennyire nem szabványos ez az írás. Ez az Ízeum területén kiásott, vakolatdarabra festve kiásott egyik jel. Ez az óg jele, amit már láttunk, ez a lyuk jele, az pedig a sarok jele. Ez valami ilyesmit jelentett, hogy óg, sár, lyukó. Valószínűleg így hangzott. És ez mai magyarsággal azt jelenti, hogy óg úr a lyukó, vagyis a napisten. Itt találkozunk legelőször az óg úr népnév leírásával. Szabária területén, az Ízeum területén végzett ásatásokból került elő. A régészek azt mondják, hogy ez egy gödörfeltöltés, tehát lehetséges, hogy nem az Ízeumból került oda ez a vakolat, ahol ezt több példányban megtalálták, hanem valami környező épületből is. Mindegy, vagy az Ízeumban, vagy a környékén volt egy díszes helyiség, amelyik a hun eredetkultusz, a magyar eredetkultusz tiszteletére volt szentelve.
Ugye? És a régészek, amikor próbáltam nekik elmesélni, hogy mit is találtak ők, akkor azt mondták, sokadik kísérletezésemre, mert senkit se érdekel, hogy értsen meg, itt a múzeumban senkit sem érdekel a székely rovásírás. Tehát ez ad nekem lehetőséget arra, hogy ilyen hajmeresztő új dolgokat mondjak. Ha ők erről kialakították volna az álláspontjukat, vagy tudnának is róla bármit mondani, de nem tudnak, nem ismerik a jeleinket, akkor nekem nem maradt volna mondani való. Ez egy makói avar kereszt. Közepén a lyuk jele, lyukó napisten jele, mert ugye a kínai és az egyiptomi írásban ez napot jelent. És akkor tudjuk, hogy itt pedig a folyóknak kell lenni. A négy szent folyó, ami elindul ebből a középső forrásból. Ha kérdezzem meg, keresztény ez az ábrázolás? Azt szokták mondani, hogy a kereszt az Krisztus keresztjét ábrázolja. Hát viszont biztos nem volt a háta mögött a lyuk jele. Erre mérget vehetünk. Ugyanakkor a Krisztus születése előtti pogány emlékeken meg ott van középen a nap vagy a forrás jele. Na nézzük, ezek folyót ábrázolnak-e. Ez az Ak jele, ez pedig az Ü jele, a másik Ü. Nem az üdőből, hanem az ügy folyó jelünkből származó Ü betű. Az Ak pedig ott van a patak szavunkban. Tehát ezt a kettőt úgy kell kiolvasni, hogy Ak ügy, mai magyarsággal Heraklész folyó. Most Heraklész a fiúisten volt, akitől származunk, és a fiúisten azonos a tejúttal. Tehát, hogyha itt azt olvasunk, hogy Heraklész folyó, akkor ezen nem kell csodálkoznunk. Természetes, ő az égi folyóval azonos. Ezt szintén az Ízeum területén ásták ki, ez egy övveret. Persze én rekonstruáltam rajzilag, mert a negyede hiányzott, de hát könnyen helyre lehetett hozni. Középen azon már meg se lepődünk, a lyuk vagy lyukó jel van. Ez itt a tenjel, ez pedig az országjel. Lyukó ten országa. Most innen lehet gondolni, hogy a lyukó az egy isten név, mert hiszen a ten az egy méltóság név, pontosabban az isten szó, második szótagja, és ebből van a japán tennó szó, ami isten császárt jelent. Tehát Yukó ten országa, napisten országa, mai magyarsága. Ez a konkéi Szent Fidesz szobornak a feje, amit Csomor Lajos szerint, és én hiszek neki, az avaroktól rabolt el Nagy Károly. És utána itt helyezte el a konkéi kincstárban, ott megvan. Bennünket a koronán levő kereszthez hasonló növényábrázolás érdekel. Ez így néz ki. Ott vannak alul a jelei. A leggyakrabban előforduló, legszembetűnőbb ez a jel, a lyukó jel. Maga ez a kereszt, illetve hát nem is kereszt, mert nem szabályos, hanem így visszahajlanak, tehát egy növényi csíra. A tenjel megfelelője, itt az Ak ügy, amivel már találkoztunk. Ez megint egy olyan jel, amivel már találkoztunk. Hát én ezt itt a sarokjellel helyettesítettem be, mert ez itt eléggé hegyes. Ez pedig még egyszer az ügy jele. Hogy lehet ezt elolvasni? Yukó ten, Ak ügy, sarok ügy. Tehát Yukó napisten a Heraklész folyó, a sarok folyó. Valami ilyesmit mond nekünk. És visszamegyünk még egyszer a koronára. Ez négyszer szerepel körbe. Egy világmodellen ott kell lenni a negyedekben az égbe vezető út jelének. Hát ugye a Heraklész folyó az az égbe vezető út, ezt tudjuk. És ez az ábrázolás is, ami
ami az égigérő fa egyfajta ábrázolása, mert nem kereszt, ez egy kis hajtás. Ez a tenyérünk, ami az égigérő fát ábrázolja. Csodaszép. Ez a világ legszebb írása, ehhez hasonló szépségű jeleink nincsenek egyetlen más írásnak sem. És ennek az írásnak az aranykora a hun időben lehetett. Akkor ideológia, hatalom, pénz, minden együtt volt ahhoz, hogy egy ilyen művészet, egy ilyen írásművészet kialakuljon. Ez egy másik, szintén Nagy Károly által Konkvében hagyományozott tárgynak egy darabja. Ugye az egész egy hármas halom, ami ország jelentésű. Ez itt Dana Isten jele, ez pedig a Ten jele. Dana, Ten országa. Dana Isten országa. Ilyesmit jelent. Ott vannak a megfelelői, a magyar megfelelő. Hát ez egy földjel, a körbezárt kereszt az a földjele, de ezek itt egyúttal a lépcsős tanú templom ábrázolásai. Ami úgy olvasandó, hogy magas kő, magas kő, magas kő, magas kő, földje. Tehát ez egy olyan ország, egy olyan föld, ahol lépcsős toronyteplomok állnak. Nagyjából ezt fejezi ki. Jelzi a vallásos hovatartozást. Ebből a magas kő jelből alakult ki a magas és a kő jelünk. Ez pedig a föld jele, az egyik fajta, mert több külön van. Ez egy Meroving világmodell. A közepén levő égkövet azt én tettem oda. Tehát az eredeti ott egy lyuk van, de hát így azért érdemesebb nézegetni. A negyedeiben ott van az M betű. Ha innen nézzük, akkor ez az M betű. Ha onnan nézzük, akkor esetleg kőnek olvasható. Ez itt az ak. Ez pedig az ügy jele. Ez itt szintén az ügy. Tehát ak ügy, vagyis Heraklész folyó. A magas kő, Heraklész folyó, a magas kő. Talán így lehet megolvasni. De ugye néhány világmodellt megtekintve is látjuk a logikát, a rendszert. És ezek a mi jeleink. És itt van az elolvasható részlet kiemelve a világmodellből, és a mellé a székelyjelek. Ez szintén egy Meroving ékszer, egy turul. Az van a testére írva, hogy magas szárkő. Magas szárkő, vagyis a magasságos úr köve. A szárból lett az úrszak. És akkor itt alul lehet, hogy ez az erdetű. Ott fel meg talán a lyukójele. Hát ezeket is be lehet esetleg komponálni a mondatba. És itt van egy ogurszabír ligatúra. Ez ország nagyot jelent. Szergej Botalov közli. Kazah és Urál környéki területeken talált leletekről. A hun vagy hunutót korból. Most ez egy angol szász korong, ezen is jelek vannak. A lyukó, az óg, a magaskő és a sarok jele. Itt további ékszerek, egy frankgyűrű és Meroving ékszerek. Hát ez egy keresztábrázolás a lyukó jellel. Aztán itt van egy svasztika, aminek az egyes negyedei talán elolvashatók, hogy jó és nagyságos, vagy nagyságos és jó alakban. És akkor ezt négyszer lehet elolvasni körbe.
lehet, hogy a közepét a Dana ként kell még hozzátenni. Ez pedig szintén a lyuk jele. A lyukó jele. Ez a szép ékszer a tejút hasadékát ábrázolja. A székely rovásírás us jelének felel meg. Ez itt balra egy Skita Korona krémből, us, ten, isten alakban, és itt felül ilyen szépen szabályosan le van rajzolva az us, vagyis az ős jele, ami a bizánciak egy kicsit díszesebben csináltak meg. Ez a nagy Szent Miklósi kincs, us, ten, vagyis isten. Ez László Gyula rajza. Ez egy szokás volt, egyrészt a méltóság jelölőket a fejre illik tenni, mert ott látszik. Másrészt így néz ki a székelyírás us, vagyis ős jele, és ez egy Skita stélé ábrázolása. Ott van rajta az ős jel, és itt mellette az ak ügy. Tehát Heraklész is ős a folyó. Mai magyarsággal. Ezt OLG-ben találták Türk Attiláék nemrégen az Urál mentén. Magyar gyanús leletnek mondják. Hát el lehet olvasni. Isten vagy sarokisten alakban. Ez itt alul a sarokjele. Ez a ten jele, ez pedig az ős jele. Tehát sarok, isten. Az isten az hamar egységesült, és később tulipánná változott. Tehát ezért szereti a magyar nép a tulipánt, mert az isten jelképe volt. Hun apahidai kincslelet. A ragyogó ország. Így néz ki a magyar, most mai magyar változat. Bocsánat, leves engem. Fűtenek. És itt van egy huncsat. Itt középen ezek az egyenes szakaszok megfelelnek ennek a szár jelnek. Így néz ki a székelyírásban. Ez itt az ügyjele, ez pedig a nagy jele. Tehát nagyságos folyó úr. Mai magyarságban. És a huncsatoknak általában az a szokása, hogy ezt az Istennel azonosítják. Ez itt az égboltot jelenti, és hogy hát ha úgy nézzük, akkor az Isten az eget tartja fölöttünk. Ez az ősvallás egyik fixa ideája, hogy az Isten azonos a tejúttal, amelyik középen alátámasztja az égboltot. Hát ez valóságos mondatoknak a tára. A Gizella kincs avar eredetű turulos fibulája, vagy korongja. Csomor Lajos állapította meg, hogy ezt az avaroktól rabolta Nagy Károly. Hát valóban nem készíthették ők, ha csak nem használták ők is a magyar nyelvet és a székelyírást. De eddig erre még nincs forrás adott, tehát maradjunk az avaroknál. Jukó ősten. És hova tették? A turul. Nemi szervére. És emlékszünk rá, hogy ugyanez volt a Szentgyörgyvölgyi tehénszobor esetén is. Ott is a tenjel volt a nemi szervén. Hát, hiszen az élet forrása az Isten. Ezt ábrázolják a jelek. Ott fent, az a vízszintes egyenes, az a ragyogó jele, a ráboruló égbolt, az a nagy, és alátámasztja a ten, az Isten jele, tehát ragyogó, nagy, Isten. Ilyesmit jelent magyar most. Ez itt egy hármas halom és egy kettős kereszt. Ez ma az ország címerében szerepel, csak fordított sorrendben. Azt jelenti, hogy egy országa. Ez itt a ragyogójel,
ez a nagy, ez pedig az ország. Tehát ragyogó nagy ország. Ugye az apahidai turulón is azt olvastok, hogy ragyogó ország. Itt még egy jelzőt befúgtak. Hát ez pedig, ez itt a nagy jele, bocsánat. Ez az égbolt jele ezzel együtt. Ez itt az ős jele, ez pedig a ten. Úgyhogy ez valami olyasmit jelent, hogy nagy égisten. Monoton vallásos tartalma. Ez itt fent egy akjel, alul pedig az ország jel. Egy avar szívég szárazdról, ak országa, vagyis Heraklész országa, azt jelenti. De hát óg úr országaként is értelmezhetjük. De ide szó szerint az ak szótag van írva, tehát ez csak egy magyarázat. Ez a legérdekesebb lelet. A fej fölött van ez a korong, azt kifelejtettem egy magyarázatból, az valószínűleg egy lyukó jel, más nem lehet. A többi jelet itt alatta látjuk. Ez a nagy jele, ott vannak a, ez egy avar szívé, az avar jelek, és itt a magyar megfelelők. Ez itt a rá, a ragyogó jel, ez pedig a király jele. Ezt eddig nem ismertük, de találtam vagy hármat is, úgyhogy kénytelen vagyok figyelembe venni. Hát itt a hieroglif írásban ez a király jele. És ha nálunk is előfordul, akkor valószínűleg itt is azt jelentette. Ez pedig a szár. Tehát nagyságos, ragyogó király úr. Mai magyarsággal ezt jelenti. De ha az elején a lyukót is elolvasunk, akkor úgy kell olvasni, hogy lyukó a nagyságos, ragyogó király úr. Ez az ibrányi honfogláskori hajfonatkorong, sarok isten szöveggel. Ez a gnádendorfi honfogláskori övveret. Ez valószínűleg Árpád apánk egyik fiának a sírja, aki a pozsonyi csatában esetett el, és valószínűleg sebesültként esetleg a holttestét vihették át a mai osztrák területekre, és ott temették el. Az ásató régész, azt hiszem Révész László volt, vagy a leíró régész, ő azt mondta, hogy az volt a szokás, hogy mivel fogytak az eredeti övek, azokból egy-egy veretet tettek a leszármazottak sírjába. Tehát lehetséges, hogy ez az övveret Árpád apánk övét díszítette, és a fia sírjába tették bele. Ez a banai lelet ógten, vagyis égisten, vagy ógisten értelemben. Most ez a leghosszabb hieroglifikus feliratunk, a karcagi korong. Itt látható alul egy párhuzama. Ja nem, bocsánat, ebből a karcagi korongból egy darab, de van egy ehhez hasonló párhuzam is. Az magántulajdonban. Na most ez a lelet egy imádság, egy ősolási imádság. Magas égi kő, magas kő. Magas égi kő, magas kő. Magas égi kő, magas kő. Magas égi kő, földje. Ez a keresztvonal, ez egy sérülés, tehát itt az I betűt nem kell elolvasni, de ha el kellene, akkor földje I lenne. De mondom, valószínűleg az az említett párhuzamos darab, az pont ez a része maradt meg, és ott nincs rajta az I betű. Tehát ezért gondolom, hogy ez... Itt a magas kő szöveg ismétlődik, ami az égi, a lépcsős torony templomnak a neve volt. Az 1200-as évekből való ez a lelet. Ez a Csempeszkopácsi Árpád-kori templom kapu bérletében van. Ez ten országa, vagy isten országa olvasatú. Ez egy népi hímzés.
Itt van egy olasz korsó, a tetején a lyukjel, a bőség jele, ez itt fönt egy tenjel, azok pedig talán egy istenjel, vagy újra a lyukója. Itt nézzük meg. Ak, ügy. Persze, hát ugye a korsónak a két füle is lehetne, de nagyon gondosan vigyáztak, hogy nehogy hozzáérjen a korsó testéhez. Viszont jobban hasonlít a székelyírás jeleire, mint a korsók fülére. És ismert a bőségszaru fogalma, csak ugye azt olasznak tartják, a magyar meg nem is figyelik igazán. Itt vannak a részletek, hogy jobban lehessen látni. Ott itt felül az Isten szabályosan kiolvasható. Ez a beregböszörményi gyűrű. Egy vályogtéglában találták. Ez is egy hasonló, az előző kaptafájára írt rendszer. Középen van az Isten, a kettős kereszt ugyanis az egy, az Isten jele. És hogy ez a tejút jele, azt onnan lehet látni, hogy a hold és a nap között van. Hát ugye a hold van fönn az égen, az égi testek között. És akkor a negyedekben ugyanaz a szöveg ismétlődik. Nagyságos szár és az ég jel. Tehát nagy úr az ég, valami ilyesmit lehet belőle kiolvasni, és akkor ez ismétlődik tükröződve néha. Itt van egy részlet. Ezek itt hímes tojások. Magas sarok kő. Itt vannak a székely megfelelő. Ez itt a jó és a ma ligatúra. Jó magasságos vagy jó mágus értelmű. Ez egy kőkori isten neve. A finnek most is Jumalának mondják az istent. Az iráni mitológiában volt egy Jima nevű isten. A legelső japán császárt Jimmu Tennónak hívják, és hát ez a jel az amerikai indiánok leggyakrabban használt jele. Tehát ez csak úgy lehetséges, hogy amikor ők a kőkorban ezelőtt vagy 12 ezer évvel átmentek Amerikába, akkor Szibéria már jóma hívő volt. És ugye ehhez nekünk is közünk van, azt az ima szavunk bizonyítja. Fent egy anaszazitál, egy világbabel, a sarkain a sarokjel és a magasba vezető út jele. Ez a jel a kínai írásban azt jelenti, hogy magasba vezető út. Tehát innen a mi M betűnk jelentése a magas. Itt vannak a megfelelők. Ez egy Totonák piramisnak, az El Tahinnak, ha jól emlékszem a nevére, a lépcsőjét ábrázolja. Itt van a lépcső, amelyiken a sámán fölment a toronytemplom tetejére, vagy a szakrális uralkodó. Na most az egyik Penut nyelvben, és a Totonákok is Penut indiánok, a sámánt Jomi-nak hívják. Ugye én ezt úgy olvastam el, hogy Jóma. Mert ugye egy jó és egy magas jel van ott, de feltételezve, hogy a kőkorban egyszótagos jelneveink voltak, akkor jó és ma, tehát jó ma. Aztán később tudtam meg, hogy Otto von Sadowski, egy Amerikában élő magyar néprajzos, azt mondta, hogy a Jomi névben a magyar jó szó megfelelője található. Tehát innen legyen az ember vallásos. Ezt az akadémiai nyomdában adták ki angol nyelven, Hoppán Mihály támogatásával, tehát bármennyire délibábos is, úgy néz ki, hogy itt a magyar jelek segítségével elolvastunk egy amerikai indián szöveget. Bármilyen rövid szöveg is fonetikus, 12 ezer évvel ezelőtt. 12 ezer évvel ezelőtt nekünk és az indiánok őseinek volt egy szótagírásunk. Ugye egyszótagos szavak lehettek.
vagy jó részt egy szótagusról. Mit ábrázol ennek a jelnek a képi tartalma? A kacskaringó az egy égi csapó hullámtarajt, a lépcső pedig az égbe vezető, a magasba vezető utat. Tehát egy magasba vezető folyóról van szó, ami nem más, mint a tejút. Tehát még azt is megtudtuk, hogy ez a jóma tényleg Isten volt, még az indiánoknál is. A hang valaki, ahogy pontosan hogyan hangzott, hát ahhoz valakinek meg kéne tanulni az amerikai indián nyelveket is. Egy életet kellene ezzel eltölteni. Elmondtam ezt, feleségem is ott volt, másfél óráig beszélgettük egy egyetemi professzor úrral, aki az indián jeleket kutatta, és azt mondta, hogy ezek itt nem jelek. Az csak azért van, mert a kő érdes. Na most, akkor azt mondtam, hogy hagyjuk ezt a beszélgetést, nem kell ezt erőltetni. Természetesen nem tudta, hogy ennek a jelnek rengeteg párhuzama van, különböző indián edényeken, hímzéseken, stb. Itt van egy inka palást részlete. Ez a palást hasonló négyzetekből áll, csak kivettem egy négyzetet, hogy jobban lehessen látni. Ez itt az U betűnk, ez pedig az EK. Érdekes egyébként, hogy ez a két jel, amit Q-nak is lehet olvasni, nagyon sokszor egymással összefüggésben fordul elő, illetve, hogy ennek a jelnek az őse, a latin megfelelője általában a Q hangalakot rögzíti. Szekeres Pista szerint ez a kobak szavunk, más magyarázatok szerint a kebel vagy a kéreg szavunk töve. Nem tudom, hogy valójában mi lehetett, de ott van az indiánoknál. És aztán nézzük ezt az indián edényt, ez a jeddító, az valószínűleg egy törzsnév lesz, a váza. Ugye? Ez a kacskaringó a jó jele, ez a sarok jele, ez pedig a magas kő. Tehát a jó sarok magas köve. Tehát a jó sarkot tisztelték ezen a lépcsős toronytemplomon. És akkor itt van még néhány például Isten országa olvasható, egy népi áldászolás. Ez a palástól van, ez egy festett cserépedényről, az a paláston van rajta, magasságos atya olvasható. Ez szintén egy cserépedény, ez nagyságos óg. Nem megyek tovább, mert ugye ez csak egy bevezető, a bevezető egyik fele lenne, és nem jut idő a többire. Ez a bevezető másik fele. A székelyírás eredete és kapcsolatrendszere jeltáblázatok alapján. Ugye a könyvben van egy csomó táblázat, azokat most itt sorozatban nézzük meg. Így néz ki a székelyírás legjelentősebb, legizgalmasabb írás emléke. A Nikolsburgi ABC. Ezt az 1400-as évek második felében készítették. Ugye ezt alul én csináltam, mert ugye ott nem lehet elolvasni a jelneveket. És a másik, ez a TPRUS jel, ez odavaló, csak amikor készült ez az írásemlék, akkor kifelejtették, és én itt utólag beszúrtam a helyét. Mi erről az, amit el kell mondanunk? Ugye ez egy ABC az a neve, de valójában nem ABC, mert ide az van írva, hogy Ámen. Tehát van egy szövegrészlet is. A másik, az ABC-ben csak egyhangot jelölő betűknek kellene lenniük, de hát itt más is van. Például ez az említett jel, ez a TPRUS, ez a másik pedig az US. Erről már láttuk a fenti példák alapján, hogy az ős szavunkat jelöli. Miért? Mert a tejút hasadékát ábrázolja a benne karácsonykor kelő szárral, vagyis úrral.
A TPR-US-ből az U-ust, így már tudjuk, az az ősjele. A TPR pedig Simon Péter fejtette meg, azt mondja, hogy ez a tapar népnév, ami a szabíroknak Szibériában használt neve. Tehát a szabír ős, vagyis a magyarok istene van itt ábrázolva, és Berze Nagy János mondta, hogy igen, a magyarok istene azonos az égigérő fával. Azt ábrázolja. De egyébként is ez itt az ent jel, ami valójában ten, tehát Isten jel. Ez az ő, amiről már beszéltem, ez az ő, hát itt őnek ejtik, vagy használják. Itt az ak jele. Nem minden ABC egységes, tehát van, amikor eltérések van. Látható, hogy itt vannak szójelek, sőt a TPR-ú, és ez mondatja. Tehát ez az ABC egy különleges ABC. Mostanában ugyan nem hajlandók a szakértők foglalkozni a több hangértékű jeleinkkel, még azt se hajlandók kimondani, hogy szójel vagy mondatja. Miért? Mert akkor nem lehet levezetni az arameus írásból a székely írást. Ugye az pedig egy borzasztó dolog lenne. Ugye kiderül, hogy 100 éven keresztül mellé beszéltek. Na itt 20 jelünk van, igen. A Mazde Azili jelkészletből. Ez egy kőkori barlang, 15 vagy 20 ezer éves leletekről van szó, ahol találtak egy csomó kavicsot ilyen jelekkel telerajzolva is, hát ennyi jele bukkant elő a székelyírásnak. Most ennek nincs őstörténeti magyarázata. Egyetlen egy adatot találtam, a Josephus Flavius, ugye ő volt az a zsidó történész, aki Rómában alkotott. Ő mondta, hogy a szkíták hatalma valamikor elérte az Atlanti-óceánig. Na de hát 15-20 ezer évvel ezelőtt szkítákról beszélni, hát merész dolog lenne. Mindenesetre ott vannak a jeleink. Az egyik vége a Pireneusokon, a másik végét pedig már láttuk Amerikában. És az amerikai indiánok is a kőkorban mentek oda, tehát úgy néz ki, hogy 15-20 ezer évvel ezelőtt az egész művelt világon, vagy az egész világon ismerték a jeleinket. Tessék! Megvan a magyarázat arra, hogy hogy mentek át az indiánok 17 ezer évvel ezelőtt. Csináltak egy időjárás modellt, és a jégtakaró lenyúlt a mai Franciaország területére, és egyszerűen a jéghatáron mentek át szembe Kaliforniába. És ott teljes mértékben a francia patintott lándzsahegyeknek a hason példányait találták meg a kaliforniai régészeti rétegekben. Tehát pontosan 17 ezer évvel ezelőtt Európából emberek átmehettek Kaliforniába. Ez így van. A jégen? A jéghatáron. Tehát akkor a jégkorszak volt, és a jéghatár lenyúlt a mai Franciaország területére. Igen. Tehát a jégen át lehetett menni Amerikába, mert teljes egyezés van, és ott több indián törzsnek európai genetikai markere van. Tehát ez teljesen tuti, igen. És így mentek át az általad említett hieroglif jelek is. Köszönöm, így van. Így van. Most én ezeket a kor besorolásokat nem akarom felülbírálni, elfogadom, amit a genetikusok, régészek megállapítanak, de hát egyezik. Ezek magyar és indián jel egyezések, összesen 23-at találtam, ezek az elemi jelek. De van egy csomó ligatúra is, tehát összesen kb. 30 jelünk egyezhet a jelenlegi tudásom szerint, de valahányszor nekikezdtem, mindig egyel többet találtam, vagy kettővel. Tehát nincs ennek még vége, de ezt a kutatást Amerikában kellene végezni. Itt alul két indián edény látható. Ezek valószínűleg modern edények, de a jelek nagyon régiek. Látjuk, hogy ugyanaz az edény két nézetben, ez a magas kő, és itt pedig már jellé válva, jelszerűen szintén a magas kő. Nem én tanítottam meg őket, hogy ilyet csináljanak. Ez a tordos vincsa kultúra és a székely írás jeleinek, illetve a magyar jelkészlet jeleinek az egyezése.
50 egyezőjelünk van, ez a tordos fincsa, ez a magyar, tordos fincsa, magyar, tordos fincsa, magyar, stb. Megdöbbentő szám. Ugye? Ez valamikor 6000 évvel ezelőtt volt divatba ez a jelrendszer a Kárpát-medencében és a Balkánon. Szinte azonosságról lehet beszélni, ha már 50 jelünk egyezik. A székelyírásnak gondolom körülbelül 100 jele lehet, senki nem számolta meg. Pontosabban aki megszámolta, 65-ig jutott el. Tehát ha a 65-öt fogadjuk el, abból az 50, az szinte teljes egyezés. És Torma Zsófiáról mindenképpen meg kell emlékezni, mert az egyik első, aki ezeket felfedezte. Igen. De még mindig nem az ő hívei vannak az akadémián. Ez az Indus-völgyi és a magyar jelkészlet egyezése. Itt is 24 egyezést találtam. És ugye ezt láttuk egy magyar hímes tojáson, ezt a jelet, itt van az Indus-völgyi megfelelője. De hát a többi is meglepő egyezés. Elmentem egy matematikushoz, Nemes Tiborhoz, aki elvégzett nekem egy valószínűségszámítást, és annak az eredménye az, hogy ezek az egyezések nem véletlenek, hanem a genetikus kapcsolatnak köszönhetőek. Ugye ezt el kell mondani, mert általában ezt szokták ellene vetni, hogy csak véletlenül egyeznek. Most ez kínai-magyar jelegyezés, itt is 50 darab van. Ez a már ismert TPRUS, tehát Szabír ős jel, ez pedig a kínaiban a következő nemzedék. Most nagyon hasonló jelek, viszont a következő nemzedék jelentést meg kell magyarázni. Hát a szibériai mítoszok szerint a születendő gyermekek lelkei a tejút, illetve az égigérő fa ágain honolnak és várják a születésüket. Tehát a következő nemzedék valóban az Istentől, az égigérő fától érkezik. Ezért van az, hogy Csaba királyfi lovasai is a tejúton érkeznek vissza. Sőt, Ipoly megjegyezte, hogy a székelyek, ha meg akarnak emlékezni Csabáról és Attiláról, akkor a tejútra tekintenek. Hát miért? Mert ott voltak az ősök. Ezek sumér-magyar egyezések. 21 darab egyezés van, és hát némelyiknél a hangalak is egyezik. Ezek hetita magyar egyezések. Itt van az az ű jel, az üdő jele, és ott van a hetita utu fogalomjel, a sumér napisten jele. A középső sugarak azért maradtak ki, mert azt fába nem lehet róni, vízszintes vonalat. Tehát csak a ferde vonalak maradhattak meg, a középsőket ki kellett hagyni. Na most itt van egy nagyobb táblázat, ahol a székely, a hetita, a büblosi, a délarab, a föníciai és az arameus egyezéseket mutattam be. 13 párhuzam van. Tehát az eddigiekhez képest ez kevés, és persze nem is biztos, hogy tartalmilag jó jeleket tettem egymás mellé. De mégis ezek itt elsősorban formai egyezések. Itt szkíta magyar egyezések vannak, 27 darab van. Tehát a szkíták egyrészt nagyjából az arameus írással egyezőkorúak. Krisztus előtt 800 körül szokták emlegetni, hogy a szkíták fölvonultak a sztyeppére, vagy akkor jelennek meg a sztyeppén, de hát előtte már 2-3 ezer évvel is preszkítákról beszélünk. Mészáros Gyula azt mondja, hogy a hattiak voltak a szkíták ősei. És a hattiak alkották meg a hetita hieroglif írást, amit ma lúviai írásnak neveznek, amelyikben 20 jelünk van meg. De itt a szkítáknál 27-et tudtunk kimutatni,
míg az arameus írásnak összesen 18 jele van, amelyikből állítólag a mi 100 jelünket származtatni kellene. Tehát itt 12 párhuzamot, hogy hasonló alakot találtam, míg a szkítáknál 27 darab van. Hát ez úgy nagyjából eldönti, hogy mennyire lehet komolyan venni ezt az arameus eredeztetést. Itt vannak a magyar, az orhoni, a jeniszei és a germán jelek. A egyező jelek, nem minden jelet tettem fel, tehát amelyeknek volt szék, a székely alakot tettem első helyre, és akkor ha volt annak megfelelője a mondott írásokban, akkor tettem mellé. A hangok mást jelentenek, tehát azonos jelformánál is eltérő. Ez itt valószínűleg a vas vagy vaske szavunkból származik, ez a székely V betű. Ez türk, ez a kettő, mert ők temírnek és demírnek mondják a vasat. Hogy az az L betű mit jelent, azt nem tudom. Ez a germán jel, ők Eisennek mondják a vasat. Hát ezek érdekes összefüggések, de persze kellene egy nyelvzseni, aki végigmenne ezeken a nyelveken és megtalálná a magyarázatot. És akkor nézzük a népi jelkészletünket. Ebben az oszlopban vannak a székely jelek, ebben a hetita jelek, és itt közben a népi jelek. Összesen vagy 22 jelünk egyezik a székelyírással és a magyar népi jelkészletben, és majdnem mindegyikhez van hetita megfelelő is. Nézzük meg a könyvemet, térjünk rá az előadásra. Van egy bevezető, ahol ugye bejelentem, hogy egyel több írásunk van, mint eddig tudtuk, mert ugye a latin mellett tudunk a székelyírásról is, de ez a hieroglif írás, ez azért eltér a székelyírástól. Azért mertem ezt így leírni, mert meg lehetett volna úgy is írni, hogy ez a székelyírás korábbi változata, de aki a székelyírást tudja olvasni, azok közül senki se tudta ezt elolvasni. Még amikor elmagyaráztam és megpróbáltam tanítgatni, akkor is csak ingatta a fejét mindenki, úgyhogy kénytelen voltam külön írásnak leírni, mint ahogy az egyiptomi hieroglif írást is külön írásnak tekintik, bár köze van a hieratikus íráshoz. Az írás fogalmát már említettem, ugye vannak a következő fejezetben elméleti kérdések, amelyeket úgy gondoltam, hogy meg kell tárgyalni. Hogy monogenezis vagy poligenezis útján keletkezett-e az írás? Hát ugye ezek a példák azt bizonyítják be, hogy igenis egyetlen központból származik az emberiség írás kincse. Mert a ma használt, vagy a klasszikus korokban használt írásokat összeköti egy azonos jelkészlet, ami a székelyírással azonos, hogy arra hasonlít a legjobban. Miért? Hát azért, mert valamikor a kőkorban el volt terjedve ez a jelkészlet, és aztán amikor kialakult a modernebb írásrendszer iránti igény, akkor a meglévő jeleket egészítették ki, de a jelkészletben mindig megmaradtak ezek az ősi, mondjuk úgy az egyszerűsi kedvéért, hogy magyar eredetű jelek. Ez lehetőséget ad nekünk arra, hogy azt is tisztázzuk, hogy hol alakult ki az írás és mikor. Hát ha már 15-20 ezer évvel ezelőtt a Pireneusoktól Dél-Amerikáig el volt terjedve, akkor nem lehet arra gondolni, hogy ezt valamilyen szerzetes végigjárta a világot és megtanított mindenkit az írásra.
Nem, ennek csak az lehet a magyarázata, hogy ezeknek a népeknek a közös őshazájában ez már fel volt találva. Ez a közös őshaza körülbelül 50 ezer évvel ezelőtt a Közel-Keleten volt. A zsidó egyházi iratok is megírják, hogy Noé fiai az Araráttól kiindulva népesítették be a földet. És a genetikusok ezt most szépen igazolták. Igaz, hogy a forrásra nem hivatkoztak az Ószövetségre, illetve hát ők is valahonnan örökölték ezt a tudást. De a genetikusok azt írják, hogy a Közel-Keleten volt az emberiség egy részének a bölcsője, akik Európát, Ázsiát és Amerikát népesítették be, azok a Közel-Keletről indultak el körülbelül 50 ezer évvel ezelőtt. Tehát akkor már ennek az írásnak, ezeknek a jelrendszereknek, vagy ennek a jelrendszernek már léteznie kellett. Sokan megkérdezik, hogy jó van Géza, de mutasd nekem egy 50 ezer éves jelet. Mert ha nem tudsz mutatni, akkor nem hiszem el. És akkor én vissza szoktam kérdezni, azt elhiszed, hogy volt nagyanyám? Azt mondja, hát persze. Hát mondom, azt se tudom már megmutatni, akkor miért hiszed el? Hát miért? Azért hiszi el, mert nem csak úgy lehet valamit bebizonyítani, valaminek a létezését, hogy így felmutatom, hanem logikai úton lehet olyan következtetésláncot felállítani, amiből következik. Tehát abból, hogy a világ minden részén ismerték ezt a jelrendszert, ugye két dolgot lehet következtetni, vagy valaki később megtanította az utókor embereit, vagy az őshazából hozták. Na most, teljesen elképzelhetetlen, hogy a Pireneusokban, még a kőkorban, Pireneusokból valaki elment és megtanította az amerikai indiánokat Észak-Közép- és Dél-Amerikában ugyanezekre a jelekre. De ha ezt nem feltételezzük, akkor egy közös őshazát kell feltételezni. Ugye arról, hogy írása vagy díszítés már beszéltünk, és a világmodellről is, amelyik egy eddig ismeretlen irodalmi műfaj. Arról is beszéltünk. Ennek az írásmódnak egy különleges szabályai vannak, a jeleket nem kell sorba rakni. A jelek sorba rakásának az ötlete az valamikor 5-10 ezer évvel ezelőtt alakulhatott ki. Addig oda tették a jeleket, ahol erre szükség van. És most is van ilyen írásemlék, például térképeink ilyenek. Hát ott azt nem kell minden jelet folyamatosan elolvasni, nem. Megnézzük a nekünk szükséges részletet, és azt elolvassuk. Vagy a hentes üzletekben mindig lehet látni egy olyan ábrát, vagy többet is talán, amelyik egy-egy sertést, vagy szarvasmarhát ábrázol, esetleg bőr nélkül, sőt, mindig bőr nélkül, hogy az egyes hús részletekre rá lehessen írni, hogy ez tarja, ez meg comb, ez meg stb. Tehát ott se kell mindet végig elolvasni. Elég, ha ránézünk, hogy ja, nekem azt kell, és azt hogy hívják, az a comb. Igen. Tehát meg kell szabadulnunk attól az olvasási módtól, amit a általános iskola első tagozatában tanított nekünk a tanítónéni. Itt nem úgy kell olvasni ezeket, mint az egri csillagokat, hogy először a felső sort, aztán a másodikat. Nem. Például a Szent Koronára is ránézünk, és egyetlen pillantással kell értenünk, hogy ez az uralkodó. A jelek is segítenek ebben. Most van egy módszertani újítás. Ez a 90-es években alakult ki. Szekeres Pista barátommal közösen fejlesztettük ezt ki, vagy értettük ezt meg. Az akadémikus áltudomány 100 éve kínlódik azzal, hogy megtalálja a székely írás eredetét. Pontosabban azt az ABC-t, amelyikből egy kis fazonírozással mi ezt átvettük volna. Hát ők mindenáron az arameus szeretnék, valahogy úgy, hogy az arameusból kialakult a szogd, a szogdból az ótürk, az ótürkből pedig a székely. Hát igen, nem csak ennek az átvételnek egyetlen részletét sem lehet igazán igazolni, különösen nem az ótürkből származó székelyírás hipotézisét. Miért? Mert ők úgy indulnak ki,
hogy egymás mellé teszik az ABC-t. És akkor azt mondják, hogy ami itt K, az itt nálunk is K-nak kell, hogy legyen, vagy ha nem az, hanem mondjuk H, akkor az még elfogadható, hiszen a KH hangváltozás az egy normális hangváltozás, és ilyen hangtörvényt mi ismerünk, XY-kkal dolgoztak ki, ekkor meg ekkor. Magyarul ők csak egy hangot jelölő betűkként hajlandók ezt rokonítani, és emiatt tulajdonképpen kevesebb hasonló jelet találtak, mint én. Én az előbb bemutatott táblázatban azt mondtam, hogy a formai hasonlóság az érdekes. A jel jelentése mostani hangalakja nem érdekes. Vagy másképpen érdekes. Tehát például a halat ábrázoló székely, somér és ótürk jelek különböző hangalakot jelölnek. A székely írásban H betű, az a somér írásban ha, ami azt jelenti, hogy hal, az ótürk írásban azonban B a hangértéke. És erre azt mondják, hogy A ez csak véletlen formai egyezés. Na most, ha már egyszer a matematika kimutatta, hogy nem véletlen, hanem genetikus, akkor meg kell magyarázni, hogy hogyan ez a jelentés változat. Hát egyszerű, a halat a törökök úgy mondják, hogy balik. Tehát náluk a balikból B betű keletkezett, és ráadásul azt is lehet tudni, a nyelvészek már sejtik, hogy a hal és a bálna, meg a balik töve, az valamikor egyetlen egy szó volt. Tehát évtizedek alatt bekövetkezett változásról, jelhasadásról van szó, ez valamikor ugyanaz a jel volt. Most ugyanaz a jel és ugyanaz a hangérték, erre gondolsz? Nem. Ugyanaz a szójel volt, aminek a hangalakját nem tudjuk. Vagy hal volt, vagy bána, vagy balik. Csak mi nálunk hal lett, ők meg baliknak. Igen. És akkor valamikor később, tehát a népek valamikor még szójel korábban kapták meg ezeket a jeleket, és akkor később mindegyik a saját nemzeti nyelvének megfelelő betűt alakított. Igen. Na most fel lehetett árni a kőkori írásjelek jelentését. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés. Nézzük meg ezt a fejezetet. Tehát az írásjelek szemantikai feltárása alapulhat a jel képi tartalma alapján. Itt van például egy nagyon jó példa, legalábbis remélem. Az, hogy szemantika, azt megmondanád? Jelentés. Igen. Okay. Tehát amikor a jelformát ismerjük, egy kőkori jelformát, jó lenne tudni, hogy az mit jelent. Ez egy huncsat, ez egy magyar népi, egy faragott csont tárgy részlete, ez pedig a székely S betű. Tehát a kérdés az, hogy ennek az S betűnek mi lehetett az eredeti jelentése. Ugye ránéznek a népek, és mindenki leszavaz, mert ugye tudományos kérdést szavazással illik eldönteni az íráskutatók szerint. Ugye az akadémikus áltudomány professzorai azt mondják, hogy a tudományban egységes az álláspont, és ők így mondják azt, hogy népszavazással döntenek. Nem érveléssel, nem tudományos érveléssel, mert hiszen soha nem is foglalkoztak vele, nem tudnak érvelni. Hanem ha van egy konszenzus, akkor attól nem térnek el, mert kiátkozzák őket. Ezt legutóbb Sándor Klára írta meg nagyon szépen a könyvében. Ennek az a története, hogy ő leírta 1996-ban, az Erdélyi Múzeumban jelent meg, hogy a tudomány nem ismeri a székely írást, minden alapvető kérdés tisztázatlan. És sorolta, hogy mit nem lehet tudni, és borzasztó módon hozzátette, hogy azt sem lehet tudni, hogy miért kell ezzel az írással egyáltalán foglalkozni. Hát én úgy gondolom, hogy ez a tudomány alja. Ha egy tudós azt mondja, hogy semmi más nem érdekes, csak az, amivel én foglalkozom, akkor az egy tévedés ugyan, de egy rokonszenves tévedés. Valóban azt kell mondania minden becsületes tudósnak, hogy a székely írás kutatása a legfontosabb, hát hogyha azzal foglalkozik. Ezt mondják a tudósok. A dilettánsok mit mondanak? Géza, te hülye vagy. Ugye hát a gödöllői tanácskozáson megszavaztuk,
te kisebbségben maradtál volna, tehát ugyanaz, a dilettánsok és a professzorok ugyanazt a buta eljárást alkalmazzák, a konszenzushoz kötődnek. Ja igen, és Sándor Klára a legutóbbi könyvében leírja, hogy ő a konszenzust akarja követni, és hitettett a konszenzus mellett. Miért? Előzőleg beszéltünk telefonon, és azt mondta, hogy befejezi a székelyírással való foglalkozást, mert veszélyes. Hát nyilván egzisztenciális problémái támadtak, azt merte mondani, hogy a tudomány nem ismeri a székelyírást. Pedig hát igaza volt. Becsületére legyen mondva, hogy ebben a könyvében elől valahol hitet tesz a konszenzus követése mellett, és valahol hátul leírta, hogy azért nekem az a véleményem, hogy ez a konszenzus nem áll szilárd lábakon. Tehát a tények makacs dolgok. Nem lehet tudás nélkül semmiféle konszenzust kialakítani. És 100 éve nem foglalkoznak a székelyírással. Ha foglalkoznak vele, csak azért teszik, hogy gúnyolódjanak, hogy alábecsüljék, hogy meghamisítsák. Na nézzük ezeket a jeleket. Tehát a feladat az, hogy ez az S betű, ez miből alakult ki? Általában azt mondják, hogy sátor, és ezt megszavazták, tehát tulajdonképpen bár komolynak nem tekinthető, de van egy érv amellett, hogy ez sátor. Ez egy huncsat, ez pedig egy népi ábrázolás. Ez az égigérő fa, a szár jele tulajdonképpen, a székely S betűnek a kétszerűbb változata, és az égigérő fa alatt van a Sanok hegye. Ugye? De azt tudjuk, hogy az égigérő fa, az valójában csak egy van, az ábrázolásokon érdekes módon néha 4-et vagy 5-öt is találunk, vagy többet is. De ha a tejút az, akkor az az egész világegyetem forgástengelye. És ez fontos, mert az ajtónak is hogy hívjuk a forgástengelyét? Sarok. És itt mit látunk? Egy felülnézeti világmodellt, és a sarkain van ott ez a jel. Tehát a sarok szónak két érdekes módon, két egymástól látszó teljesen független jelentése van. Egyrészt jelenti az asztal sarkát, amelyik nem forgástengely. Másrészt jelenti az ajtó sarkát, amelyik viszont forgástengely, de mégis ugyanaz a szó jelöli. Vajon miért van ez? Hát az ősvallás miatt. Mert az ősvallás olyan koncepciót alakított ki, hogy az égbe vezető út az egyrészt az égigérő fán keresztül van, ami a világhegyen, vagyis a sarokhegyén áll, és az ég és a föld csak a sarkokon érintkezik. És akkor ez a képzet okozta, hogy a mai magyar nyelvnek a sarokszavak ilyen kettős jelentésű. Ebből viszont az következik, hogy az S betű nem a sátor jeléből, hanem a sarok jeléből alakult ki. Tehát ez egy módszertani különbség. Ha össze akarjuk hasonlítani a különböző jelrendszereket, akkor ki kell következtetni a székely betű szójel előzményét, tehát ezt az akrofónia rekonstrukciójának nevezem. Az akrofónia az a folyamat, amikor szójelből betű, egy hangot jelölő betű keletkezik. És azután, ha ezeket a szójelek közötti kapcsolatot megtaláltuk, akkor lehet eldönteni, hogy melyik írásrendszer mennyire rokon a másiknak, vagy ezek a jelek mennyire vannak meg máshol. Ez az elv segített a székely betűk akrofóniájának rekonstrukciójakor is, hiszen például ami a székely írásban tyé betű, az a kínaiban az atya jele. Tehát evidens, hogy akkor az atya szójeléből rövidült le a tyé betűnk. De hozzá lehet tenni a képi tartalmat is, mert ezek a jelek valamikor képjelek voltak. Ez a képi tartalma az atya esetében az Orion csillagkép. És már a sumérekről tudjuk, hogy az Orion csillagképben Nimrodot, vagyis Ninurtát látták, egy istent, akinek az alakja nálunk Nimrodnak felel meg, aki a mi ősatyánk. Tehát a dolog így összeillik, hogyha végig tudjuk gondolni. Ja, és a krónikáink szerint Nimrod apánk építette a Bábel tornyát. Tehát még a terület is stimmel, úgy nagyjából.
És akkor vannak sarokábrázolások, amelyek egyrészt a szár jelet, másrészt az óg jelet tartalmazzák. Ez itt a Zemiszli világmodellnek az egyik sarok eleme, és itt van benne az óg jel. Ez itt pedig a ten jel, tehát ógisten van a sarkóban. Ez itt a halomi világmodellnek a sarka, középen a szár jel van, fölötte egy sarok jel. Tehát szár és óg fordul elő a sarkokon. Talán ebből adódott össze a sarok szavunk. És ez így képileg is igazolható. Na most a hieroglif írásnak vannak különböző jellemzői. Először is a jelszám. Ezt nem tudom megállapítani, mert a ligatúrák száma, a jelösszevonások száma az elég sok. Lehet annyi körülbelül, mint a székely írásnak, de azt se számolta meg senki, tehát körülbelül 100 jele lehet. Ebből azt hiszem, itt most 45 fogok, vagy 40 körül fogok felsorolni a kötetben. A jelsorrend hasonló lehetett, mint a Nikolsburgi ABC-nek a jelsorrendje. Ugye az, mint az ABC jelsorrendje. Az ABC most úgy kezdődik, hogy ABCD. Ugye ebből a C az egy jövevény lehet, egy későbbi betoldás. Tehát ABD lehet következtetésem szerint az eredeti jelsorrend. Az A az anya szavunkból, a B az a Bél istennévből, amiből a Bél, Pel, Pil, Pi fiú hangváltozás során a fiú szavunk keletkezett. Tehát a Bél az tulajdonképpen a fiú isten neve, és a B betűnk, az X alakú B betűnk az a fiúisten jelképe. Ugye itt van a Nikolsburgi ABC, és ez egy érdekesség, ez a csukcs szójelek. Itt kezdődik 1, 2, 3 jel, és ezeknek az atya, az anya és a fiú a jelentése. Atya, anya, fiú. Tehát úgy néz ki, hogy a jelsorrend elejére az isteni triász jeleit kell tenni. Az ugariti isteni triászban három isten volt, a főistent Élnek hívták, ez a magyarok istenének élő jelzőjével azonos. A fiúistent ott is Bálnak hívták, ami a Bél szavunkkal rokon, és az anyaistennő Anat volt, ami az anyaszavunk egyik változata. Tehát én úgy gondolom, hogy a székely írás sorrendjét is, az ABD-t, ez a három fogalom adta, az anya, a fiú és az öreg isten. A D az a Dana istennév volt, amiről már beszéltünk. És erre egy párhuzam, ez a csukcs. Hogy a csukcsok hogy örökölték meg ezt az ősi jelkészletet, nem tudom, de itt például ez a kilences jel. Ez egy kacskaringó, náluk azt jelenti, hogy jó. Aztán itt van ez a három jel, erre azt mondja Dillinger, hogy ez az ehető halak rajza, vagy jele. Most ez a jó itt felismerhető rajtuk, tehát azt le kell vonni. És akkor utána van egy kacskaringó és ez a farok, egy kacskaringó, itt pedig két kacskaringó. Tehát az különböző halaknak a jele, de rá van téve a jó jelek. Magyarul kicsit megértjük a székelyírás alapján néhány jelüket. Tehát lehet valami köze. Ja, és hát ezek a jelek is. A kettős kereszt is szerepel a székelyírásban. Ez az A betűnknek valamiféle változata, de ezt csak a kínai keresztül lehet megérteni. Ez pedig a T betűnknek a jele. Nem ugyanarra a fogalomra használják, de a jelformák mégis rokoníthatók, közösek.
És itt van az ugariti ékírás ABC-je egy agyagtáblán. Ez az ABC-k legöregebbike. Ezt Séni és Hurita szövegek lejegyzésére használták, de a megfejtő szerint Séni nyelv számára, nem Sémi nyelv számára találták fel, mert magánhangzói is vannak. Az E, I és azt hiszem az U, ami Sémi nyelvek számára szükségtelen. Tehát úgy néz ki, hogy ezt az ABC-t valamilyen ismeretlen nép, talán Hurita nép, hiszen Huri szövegek is le voltak írva ezzel, találta ki, és tőlük tanulták el a sémiták. De persze ezek most ékírásos jelek, de ez egy formai változás eredménye. Eredetileg a jelformák olyanok lehettek, mint a székelyírás jelei, tehát lineárisak is. Csak már ezt nem lehet rekonstruálni, mert az írás technológia borzasztóan meg tudja változtatni a jelek alakját. Most itt van egy érdekes ABC, illetve táblázat, ami az ABC-k eredetét segít megérteni. Ez itt a székely ABC, ez az ugariti, és ez a latin. Most ha az a kérdés, hogy származhat-e a latinból valamilyen módon, vagy a görögből, mert az is itt van, a mi ABC-k, akkor nézzük. Ugye itt a legutolsó jel, az U, a latinban is UV van, utána még van ZX. Most a székelyírásban Z és S van, ami ezeknek a hangoknak a rokona. De utána a latinban nincs semmi. Nálunk azonban van ZT és ST, és két T itt is van még, ez a kazár. Tehát valami, és a prús és az ús jelek vannak a legvégén, amik esetleg lehetnek későbbi hozzátoltások, amik nem érdekesek. A belső eltérések is fontosak. Tehát mindent összevetve úgy néz ki, hogy a mi írásunk legjobban az ugariti írásra hasonlít. Mert például az U mellett itt van nálunk még további magánhangzó, ami az E és az I képében, az ugaritiban is megtalálható, de sehol máshol nem. Tehát ilyen és ehhez hasonló megfontolások alapján a székelyírás első rendjének legközelebbi rokona, ugye az említett csukcs mellett, ami megmagyarázza a milyen keletkezését, az ugariti. És az ugariti előz mindent, latint, görögöt, sémit, mindent. Tehát elképzelhető, sőt, hát más magyarázat nem nagyon van, hogy az ABC egy magyar forrásból került át a sémi népekhez. Ők aztán azt nagy tökélyre fejlesztve, ez alatt azt kell érteni, hogy elhagyták a szó és szótagjeleket, meg a mondatjeleket, és csak az egyhangot jelölő betűket, pontosabban máshol hangzókat használták, mert az ő nyelvüknek csak erre volt szüksége. Nos, tehát ennyi a jellemzőkről. Az írásirányról. Ugye úgy tudjuk, hogy a székelyírás jobbról balra kell írni, de ez nem igaz. Elfelejtettem mondani a könyvemnek a mottóját. Giordano Bruno-tól származik, ő az angliai útján mondta ki azt a mondatot, hogy amit mindenki tud, az nem, az téves. Ugye milyen borzasztó? Meg is égették. De hát neki volt igaza. Tehát az írásirány nem jobbról balra, és főleg nem kötelező, ha papíron vagy számítógépen írunk, vagy településtáblákat írunk. Minden településtábla téves, egy-kettőt kivéve. A körbendiek megpróbáltak balról jobbra haladó táblát készíteni, és a tábla készítő cég az megtagadta, és nem volt hajlandó legyártani a balról jobbra haladó írásirányt. Úgyhogy a körmendi városi tanács jobbról balra haladó jeleket tett fel, jobb meggyőződése ellenére.
ugye azért kellett sietni, és azért nem ért rá egy vitát lefolytatni, mert a Fidesz és a Jobbik versenyzett, hogy kiállít hamarabb táblát, és hát ugye azt nem lehetett megengedni, hogy a másik állítson. Egy vagy két mondatban elmondanád, hogy miért gondolod, hogy balról-jobbra ment az írás? Ja, igen, tehát köszönöm a kérdést, ez nagyon hasznos. Tehát amikor botra rovunk, akkor a bal kezünkkel megfogjuk a botnak a bal végét. Tehát balról nem tudjuk kezdeni, csak jobbról. A jobb kezünkbe vesztük a kést, mert hiszen általában jobbkezesek vagyunk, azzal tudunk jól faragni. Tehát ha botra rovunk, akkor szükségképpen balról-jobbra haladunk. Igen ám, de a fazekasok, akik ugyanezeket a jeleket, vagy ezeknek a jeleknek az eredeti formáját használják, azok nem jobbról-balra írnak. Tehát ez a jobbról-balra írás, ez az írás technológiától függ, az írás technológia pedig akkor alakulhat, válhatott ki, tehát a rovási akkor, mint technológia akkor alakulhatott ki, amikor feltalálták a fémkéseket. Amikor csak például festékszórással festettek sziklára, vagy kavicsal ütögettek a szikla felületbe jeleket, akkor bármilyen írás irányban lehetett. És ezért általában balról jobbra haladnak, vagy függőlegesen. A kínaiaknak ma is három írás irányuk van. Tehát a régi épületeken másképp írnak, mint az újságban. És nálunk is ez volt a helyzet. És ma is ez a helyzet. A fazekasok ma sem jobbról-balra írnak, csak persze az akadémikus áltudomány és a köztudomás miatt azt nem tekintjük ehhez az íráshoz tartozónak. Igen. Hát illetve volt ugye az ökörszántásszerű írás, ahol nem kell a szemedet levenni, mert balról-jobbra, jobbról-balra folyamatosan olvashatod a jelet, mondjuk elég nehéz annyi mutatvány, igen. Mert rögtön fordítanod kell. Igen. Na most az úgy keletkezett, hogy egy rovás pálcát így oldalanként forgatva lemásoltak papírra. Tehát a térbeli és össze-vissza haladó rovás sorvezetés nem lehet papíron visszaadni, tehát szükségképpen ott valami hiba következik. Hát ilyen hiba az is, hogy jobbról-balra próbálják erőltetni, vagy kötelezővé tenni, vagy preferálni. Nem kell. Értelmesen kell írni, az elején tökéletes írást alkottak, ha most a jobbról-balra menő írásirányt erőltetjük, azzal hibát követünk el. Akkor lerontjuk az írásunk minőségét. Ugyanis tintával, meg papírra balról jobbra kell írni, mert különben a kezünkkel elmaszatolnánk, vagy egy kicsit nehezebb lenne írni, ha erre vigyáznunk kell. Oké, okay. Köszönöm. Most a jelhasználatunk érdekes. Itt van két hasonló jel. A baloldali, az adorjási református templom svasztikájának az egyik ága. Egy jó ma jel, és ugyanennek az indián agyagmodellje, látható itt jobbra, az is egy jó ma ligatúra, szinte megszólásig hasonlítanak. De az indián modellen van két alak, akik mintha felfele akarnának mászni, érthető, hiszen ha ez a magasba vezető út, és ők az égbe akarnak jutni, akkor nem nagyon tehetnek mást. Tehát mi látszik ebből az indián modellből? Hogy ezeket a jeleket nagyon sokféleképpen lehet használni. Nem szükséges őket úgy sorba rendezni, mint ahogy az egri csillagok betűi vannak. Ez itt a Mártonhelyi Szent Kristóf freskó, Mártonhely most ideiglenesen Szlovéniához van csatolva. Van ott egy szép gótikus templom, és annak a déli oldalán, a hajó külső falának a külső felén van egy 6 méter magas Szent Kristóf freskó. Érdekes, hogy ez a szent honfoglaló öltözetben van, még a díszes rangjelző őb is rajta van. Ő arról nevezetes, hogy a vállán vitte át a kis Jézust a folyón. Kellene egy egyháztörténész, hogy megmondja, hogy ez a folyó a tejút é vagy sem.
Mindenesetre a katolikus egyház ma már nem tartja szentnek Szent Kristófot, de hát a sok középkori freskó az ott van a templomokban. Azért tették a külső falra, és azért tettek ilyen nagyot, mert ő hívogatta a misére a népeket. Most számunkra ez azért érdekes, mert a folyót ilyen kacskaringókkal ábrázolják, amit jónak magyarázunk, ami folyót jelentett régen. Ugye ma a székelyírásban ennek a megfelelője olyan alakú, mint egy egyes, vagy mint a svasztikának az egyik ága. Az lehet szögletes is, és derékszögű, mert ugye a svasztika az egyforrásból fakadó négy folyót ábrázolja. És itt is folyóábrázolásról van szó, ez a jó jele. Abból lett a J, a székelyírás J betűje. Tehát ez segít megérteni, hogy hogyan lehetett használni a jeleket. Én láttam hasonlókorú ábrázolást Rómában, egy katolikus templom falán, és ott bizony szimpla kép, fényképszerű folyóábrázolás volt, még nálunk jelszerű. Tehát nálunk ezek a jelek közismertek voltak, amíg Rómában inkább képet festettek. És akkor itt van két másik ábrázolás, ez a ragyogó nagy ország, ez pedig a ragyogó ország, avar és hun ábrázolások. Tehát a jelhasználatról ennyit kell tudni. Nézzük meg a jeleket. Minden jelnek el kellett végezni az akrofónia rekonstrukcióját. Nézzük meg például az anya jelét, csak röviden. Ez itt egy afganisztáni istennő szobor Krisztus előtt 2000 tájáról, és az ágyék háromszögére rá van állítva egy szár jel, amiről tudjuk, hogy az égigérő fa, vagyis a tejút jele. És akkor ez a két jel alkothatja a székely A betűt, amely középen van, tehát a függőleges az a tejút, a szár, az égigérő fa, és rajta van az ágyék háromszög. Miért? Azért, mert a tejút hasadékában születik az Isten. Tehát azt az Isten anya vulvájának tekintették. Kezdetben az égigérő fát, vagyis az oszlopot nőnek képzelték el. Bezzen Nagy János, aki az égigérő fa könyvet írta, fa című könyvet írta, megjegyzi, hogy a magyar népmesék szerint a fa odvában mindig nő van. Tehát ez egy érdekes dolog, nagyon régi. De így akkor talán korszakolni is lehet ezt az elképzelést. 4000 éves a mese, vagy még régebbi. Itt van a kínai írás, illetve hát a sumérnő van legelől, az a szemérem háromszöget ábrázolja, és mellette két jel van, a második és a harmadik. Az egyik a tejút hasadéka és a háromszög, a másik viszont nem a háromszöget alkalmazza, hanem a tejút hasadékában születő Istent, a szárt. Ugye? Innen lehet tudni, hogy jól sejtjük, ők ezt így képzelhették el. És akkor utána következik a csúcs anyajel, ami a kínai jel alapján valamennyire érthető, és a végén egy székelyjel. És itt van, ugye most az A betűről szól ez a fejezet, egy érdekes sorozat. A székely A betű párhuzamai, ugye kétféle jelünk van, amit A betűnek gondolunk, és ebből az az érdekes, hogy némelyik jel inkább az AK jelre emlékeztet. Tehát a balról jobbra az első jel, a hettita hieroglif írás AX jele. Ez valójában a székely írás AK jelének egy változata, vagy annak a megfelelője. A következő pedig az Arszakida pehlevi A betű. Most az AX azért érdekes, mert a latin axis az tengely jelentésű, és ugye eddig a világ forgás tengelyéről beszéltünk. Az asszony szó pedig axin eredetire megy vissza a nyelvészek magyarázata teszt szerint, tehát ez az AK az ott van, az asszony szó tövében is. A harmadik jel a jenyiszei ótürk AK, a negyedik jel pedig az A.
Látjuk, hogy ugyanarról a jelről van szó, csak más állásban. Tehát mintha az ak és az a, az ugyanaz lenne a törököknél, csak kicsit megkülönböztették. És akkor a csíki székely ak jel van, az az utolsó előtti jel, a legutolsó pedig az Ortelius féle székely a betű. Hát nem hasonlít az a betűre, inkább az akra hasonlít. Ez egy érdekesség, amivel foglalkozni kell. Úgy néz ki, hogy az axis, az asszony és az ak, valamint az a betűnk az azonos, és egy idő után az asszonyból Heraklész lett, tehát férfi is lett. Ez túlságosan is megfelel a sablonnak, úgy a feltételezések szerint korábban matriarchátus volt, és csak azután jött a férfi uralom. Azt hiszem Engels ezt meg is magyarázza, hogy amikor az állattenyésztés divatba jött, és ahhoz férfi erő kellett, még a nőnek otthon kellett maradnia a tanyán, hogy a gyerekeket nevelje, de a vagyont az állatállomány képezte, és akkor jött divatba a férfi istenek szokása. Mert hiszen a férfi vigyázott az állatokra. Tehát, és nem a nő lett a vagyon őrzője, hanem a férfi. Na hát itt vannak különböző változatok, nem? Az egyik legkorábbi ábrázolás az a hunoknál fordul elő. Ez a Moigrádi kincs, jobb oldalon az a kicsi, a Moigrádi kincs anya hieroglifája. Na most ezt kartfüggesztőnek határozták meg, de megjegyezték, hogy arra alkalmatlan. És aztán hozzátették, hogy ebből következően ez egy hamisítvány lehet. Na most, hát nem, a meghatározóknak kellene kicsit körülnézniük, hogy tényleg mire is hasonlít ez. Hát ez bizony a székely írás albetűjének a pontos megfelelője. És akkor itt van egy másik tárgy, ez a nagyobbik. Felül három betű van, az S, az A és a K. Szak, az van odaírva. Ez a székelyírás kiolvasási rendje, a hangzóugratás elve szerint északinak olvasható. Alul pedig a sarokjel, magyarul egy szép kis mondat van odaírva, északi sarok. Én adtam le lassan már 10 évvel ezelőtt a Magyar Nemzeti Múzeumban azzal a feltétellel, hogy kiállítják és közlik egy tudományos folyóiratban a leírását. Most azóta az történt, hogy barbár módon lereszelték a tárgy felületét, mintha a nagyanyám sparhetnyének a szegélyéről lenne szó, szóval ugye az akkor szép a fényes. Hát csak ezzel az első jelet, az S betűt félig megsemmisítették. Kisebb lett a tárgy, valami borzasztó munkát csináltak, és a másik maradék két jelről azt mondták, hogy az meg egy latinbetűs monogram. Az elsővel nem foglalkoztak, mondván, hogy az bizonytalan. Hát miután már nem látszik, le lehetett tagadni. Úgyhogy amit a Magyar Nemzeti Múzeumban művelnek, az borzasztó. Vannak a múzeumban olyanok is, mondták nekem, akik szerint ezek székely rovás jelek, de őket nem hívták meg a tárgyalásra. Voltam vagy háromszor Rezikató Gáborral, ő volt a múzeum főigazgató helyettese, tárgyaltam, de hát ugye a szerződéses feltételt, amiben egy év alatt meg kellett volna jelentetni ezt a tanulmányt, azóta sem teljesítették. Most nézzünk egy másik betűt. Egy ideig ki volt állítva a tárgy, de mindenféle magyarázó felirat nélkül, szerintem rajtam kívül senki más nem vett észre. Egy ilyen halom fém tárgy közé volt berakva, hogy végül is kiállították. De már ennek is óriási hatása volt. Én korábban, 10 évvel korábban talán már ezt leírtam az egyik könyvembe, a címlapjára tettem. Azt több régész látta, de senki nem volt hajlandó közölni ezt a leletet. Miután elterjedt a híre, hogy a múzeumban ki van állítva, akkor Erdély István és Rádói János azonnal közölték, és hozzátették, hogy ez a legrégebbi rovás emlék hunkori. Azért merték ezt mondani, mert korábban már volt két tudós, aki azt mondta, hogy a hunok ismerték a rovásírást. Tehát ha volt rá precedens, akkor mi is merjük ezt vállalni. Na nézzük. A földjelet nézzük meg. Ugye a világmodellek
egyike ez a földjel. Az első három jel az a székely F betű, tehát a földjel három változata, a negyedik az pedig a kínai földjel. Na most több embert, aki ismeri a kínai írást, felbosszantottam ezzel, hogy hogy képzelem én el, hogy egy F betűt egy szójelhez hasonlítok össze. Különben is az nem azt jelenti, mint a magyar földszó, hanem megművelt területet jelent. Na most, illetve, bocsánat, föld, vesző, megművelt terület. És ez valójában a rizsparcellák rajza. Hát jó, és az amerikai indiánok is rizst termeltek, mert erről még nem hallottam. Mennyi idő van? Most van pont 2 óra, hogy elkezdted. Jaj, hát tulajdonképpen belekezdtem a könyvbe. Igen. Igen, hát akkor attól félek, hogy el kell búcsúznom. Még az írásrendszerek közül nézzünk meg egyet, jó? És akkor a klasszikus írásemlékek közül a sumert. Ugye ilyen sumér agyaptáblákon rengeteg jel van, ami emlékeztet székely jelekre. Ez a hullámos jel a sumérben azt hiszem azt jelenti, hogy folyó. A hang alakja id-ig, és az ügy szavunk szintén folyót jelentett. Ugye, tehát az, a hangolak is rokonítható, és itt van alul az ü betű, ami az ügy szavunkból rövidült le, mert a másik, a sugaras napábrázolás, az az üdő jelből alakult. Így néz ki a sumér kettős kereszt. És itt van a jeltábla, persze ezt már láttuk. Novotny Elemér volt az, aki összevetette a sumér jeleket székely jelekkel, és nagyon helyesen szójeleket hasonlított székely betűkhöz. Ilyen és hasonló kezdeményezések miatt nem teljesen új az, amit mondok. Megemlíteném még Karfa Ullmant, aki a 930-as években azt mondta, hogy a klasszikus ABC-k alapja egy kőkori jelgyűjtemény volt. Például azt mondja, a körbezárt kereszt, az megtalálható sok ABC-ben, és annak vannak kőkori előzményei. Tehát ezek a nagyszerű, zseniális meglátások segítettek nekem ennek az elméletnek a felállításában. Köszönöm szépen! Még annyit, hogy összefoglalásként mondanál pár mondatot, hogy ennek az előadás összefoglalásaként. Tehát mi az, ami úgy érzed, hogy most itt sikerült átadni, megmutatni ezről a területről? Tehát van egy harmadik írásunk, amelyik szójeleket és mondatjeleket alkalmazott. Ebből alakult ki a székely írás, amit napjainkig folyamatosan használunk. Tehát ez a világ legrégebbi írása, a magyar nyelv rögzítésére fejlesztették ki, de nem teljes körű írás volt, tehát az egri csillagokat nem lehetne ezzel a szójel gyűjteménnyel leírni. Ez csak néhány vallásos fogalom, mondat, imádság rögzítésére volt alkalmas. Láttuk a karcagi csatkarikát, meg például a berekböszörményi gyűrűt is, amelyeket körben haladva kell kiolvasni. Tehát a legelső imáink szövege a világmodellek jeleinek körben való kiolvasásával keletkezett. Aztán a végén a kört nem világmodellek beírták, hanem a karcagi csatkarikánál szabályos köríratot csináltak, végül azokat sorokra tagolták, és így alakultak ki a legkorábbi írás emlékeink, amelyekhez már a néprajztudomány is hozzá tud szólni. Például a legrégebbi népdalainkat 4-sorosnak tartják. Miért 4-soros? Mert a világmodelleknek 4 oldala volt, és ugyanazt a szöveget 4-szer lehetett elolvasni. Ezért van az, hogy például Du Yaxiong, a kínai néprajzkutató, népzenekutató, az újgoroknál vallásos szöveggel találta meg az egyik népdalunknak a
megfelelőjét. Tehát a zenét azt tökéletesen azonosította, csak az ujguroknál egy vallási vonatkozású szöveg volt alatta. Tehát ezek eredetileg valamikor ezeknek a vallási célt szolgáló világmodelleknek a kiolvasásából keletkeztek. A székelyírás ezekből talán az két akkorban, vagy azt megelőzően alakult ki. Akkor lehetett igény arra, hogy írás emlékeket alkossanak. A korabeli görög történetírók feljegyezték, hogy a szkíták bronztáblákat készítettek, ahol a hőseik élettörténetét leírták, és kifüggesztették azt a templomok falára. Tehát akkor a szkíták nyilván saját írással ezt megengedték maguknak, aztán az 500-as években talán Malalasz görög történetíró, de erre most nem merek megesküdni, a könyvemben az egyik bekezdésben leírom pontosan, Kardusat, örmény szerzetes, a hunok számára lefordította a Bibliát. És később a Konstantin legenda, amelyik Cirill és Metód munkásságát örökítette meg, megemlíti, hogy az avaroknak és a magyaroknak saját nyelvükre, saját írásukkal leírt szent könyveik vannak, amiket a szertartások során használnak. Tehát egyszerű, ha a szabírok számára Kardusat lefordította a Bibliát, és a szabírok csatlakoztak az avarokhoz, akik azonosak a magyarokkal, akkor érthető, hogy volt nekik egy bibliafordításuk saját írással. Ezek hallatlanul érdekes dolgok, de ez már egy másik előadás tárgya. És ez magyarázza azt is, hogy ez az írás miért a székely templomokban maradt meg. Hát mert a székely papok a hunkor óta használták ezt az írást, és hozzátartozott a napi gyakorlathoz. Köszönöm. Köszönöm szépen.